Az országgyűlés tavalyi évvégi döntése alapján január 1-e után már a szerződéskötésnél is kötelező az adategyeztetés. A korábbi ügyfeleknek pedig legkésőbb június 30-áig kell felkeresni, személyesen, telefonon vagy online mobil szolgáltatójukat. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság adatai szerint ez körülbelül 4-5 millió feltöltőkártyás szerződést érint. A törvény indoklása szerint Magyarország nemzetbiztonsági bűnüldözési és bűnmegelőzési érdekei miatt volt erre szükség a visszaélések megelőzése, megakadályozása érdekében. Ennek az adategyeztetésnek az a lényege, hogy egyrészt felveszik az előfizető, az éppen aktuális előfizető adatait, és egyúttal megnézik a személyazonosság igazolására használt igazolványnak az érvényességét az erre szolgáló központi nyilvántartásban. Ezt a személyazonosság igazoló ellenőrzést minden ügyfélnek minden évben meg kell majd ismételni. A SIM-kártya vásárlás és feltöltés feltételei nem változnak. A jogalkotónak tulajdonképpen két fontos üzenete volt ezzel az egész jogszabállyal kapcsolatban, bár számos részletkérdésről kellett rendelkezni. Az egyik az volt, hogy tudni kell, hogy ki van a vonal végén, vagy ki az az adott kártya, a másik pedig, hogy egy személynek nem lehet akárhány kártyája. Ezt a részletkérdést, hogy hány kártyája lehet egy személynek, ezt egy külön rendeletben kellett rögzíteni, ez szerint egy magánszemélynek 10, egy üzleti személynek pedig 50 kártyája lehet. Azoknak, akiknek jelenleg a megengedettől több kártyája van, nyilatkozni kell arról, hogy melyik az a 10 vagy 50, amit megtart. Az NMHH főosztályvezetője hozzátette, a mobil szolgáltató segíthet a telefonszám újraüzemelésében, ha határidőn túl történik az adategyeztetés. Fontos tudni, hogy egyik szolgáltató sem keresi fel az ügyfeleket. Ha valaki bizonytalan a megkeresés valódiságával kapcsolatban, annak azt tanácsolja az NMHH, hogy vegye fel a kapcsolatot mobil szolgáltatójával.